Sorra kerülnek elő az autóból az Adai Dúga civil szervezet adományait rejtő dobozok a török falui önkéntes tűzoltó otthon székháza előtt. A gyermekek szorgosan és örömmel segítenek pakolni a több dobozból álló ruhaadományt. Az adomány, amit ma kaptunk, az Adai Szivárvány civil szervezettől érkezett. A gyerekeknek nadrágok, blúzok, rövidújjuk, hosszújjuk és pulcsik érkeztek. Nagyon örülnek nekik, nagyon hiányzott ez már, azért, hogy egyforma és egyszínű legyen az egyenruhájuk. Szoktunk menni velük egyéb fellépésekre és bemutatni, amit tanultak, versenyprogramokat. Az 1951-ben alapított egyesületnek, amely idén februárban ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, közel 50 önkéntes tagja van. Ada községben egyedül csak a török falusiaknak van gyermekcsapatuk. Kaptatok ilyen nagyon szép ruhát, mire fogod használni, és örülsz neki? Örülök, és amikor lesz még tűzoltós találkozó, akkor fogom használni. A Dúga civil szervezet az Adai Tűzoltó Egyesülettel karöltve idén úgy döntött, hogy nem csak az adai és a moholi, hanem a községhez tartozó kisebb falvak egyesületeit is támogatja. A civil szervezet már évek óta támogatja a tűzoltókat, az azt jelenti, hogy nem csak az önkénteseket, hanem az egész tűzoltó egyesületet. Ezt köszönhetjük a Csilla von Bözzelager fondációnak, amely már majdnem 10 éve dolgozik Adával. Az azt jelenti, hogy Németországból hozzuk ezeket a ruhákat, amiket adtunk a török falunak. A civil szervezet zökkenőmentes munkáját nagyban segíti az adai önkormányzattal kötött együttműködésük.